15 helyszínen kezdődött el ma a főváros és egyben az ország első előválasztásának második fordulója. Azok a budapesti választókorú állampolgárok, akik nem kívánnak az online szavazás lehetőségével élni, a város főbb csomópontjain felállított sátrakban dönthetik el voksukkal, hogy az MSZP párbeszéd szolidaritás jelöltjét Karácsony Gergelyt, a Demokratikus Koalíció támogatásával induló Kálmán Olgát, vagy a Momentumos Kerpel Fronius Gábort küldik csatába ősszel a kormánypárti Tarlós Istvánnal szemben. Ön szerint kinek van esélye az októberi választáson arra az ellenzéki jelöltek közül, hogy leváltsa esetleg Tarlós István? Többüknek van esély. Én örülnék, ha mind a hárman ott lennének, ez az igazság. Akármelyik nyer, én azt hiszem, hogy a Karácsony fog győzni. A Karácsony. És elmondja, hogy miért, gondolja? Hát ez nagyon érdekes, mert tapasztalata van, értelmes, a Kálmán Olgát azt csak úgy berakták, és az Olga ígér fűtfát. Hát én nagyon remélem, hogy a Kerper Fronius Gábornak, de voltak épp mind a hárommal kibékülök szívesen, úgyhogy de én neki szurkolok. Én úgy gondolom, hogy a Karácsony Gergelynek, mert van egy nagy tapasztalata és kompromisszumképes ember. Karácsony Gergelynek van szerintem esélye. Ő egy fölkészült versenyző. Az az érzésem, hogy maradt Tarlós. Hát valószínűleg a Karácsony Gergely. Miért gondolja így? Miért gondolom így? Mert ő a legtapasztaltabb. A Karácsony Gergely. És miért gondolja így? Hát mert ő a legtapasztaltabb közülük. A Karácsony Gergelyt én személy szerint nagyon kedvelem, szerintem egy felkészült fiatal politikus, akinek van a 14 kerületben polgármester tapasztalata van. Hát én Kerpel Fronius Gábort mondanám, mert hát a Momentum most jelenleg olyan dolgokat képvisel, ami szerintem a mi generációnkat megmozgatja főként. Szerinted az októberi választáson az ellenzéki jelöltek közül ki, amúgy meg kitalálom, de hogy szerinted ki a legesélyesebb jelölt arra, hogy fölvegye a versenyt? Hírklik. Én szerintem Kerpel Fronius Gábor a legesélyesebb erre. Karácsony Gergely. És miért gondolja így? Azért, mert egyrészt a szimpatikus, a másik pedig a programja is nagyon jó. Zuglóban, mert zuglói vagyok, nagyon jól vezeti szerintem. Hát szerintem Kálmán Olga. És megteszi, hogy megindokolja nekünk, hogy miért rá gondol? Én azért nagyon szeretem, mert rendkívül felkészült politikailag. Hát ő minden nap vizsgázott, amikor az ATV-be riporter volt, úgyhogy nekem ő a legszimpatikusabb. Az, hogy a tisztasággal kezdte, hát az nagyon jó, szerintem. Nagyon szépen köszönöm. Jó napot kívánok! Ön mit gondol arról, hogy az ellenzéki jelöltek közül ki a legesélyesebb arra, hogy fölvegye a verseny? Én a Karácsony Gergelyt gondolom, mert ő gyakorlott, és én szerintem talpra esett fiatalember. Úgyhogy ők kell ide, és akkor a Kálmán Olga meg lehet alpolgármester. Őt nagyon szeretném. Így együtt. Nagyon jó, köszönöm. Jó napot kívánok! Azt szeretnénk csak megtudni, hogy ön szerint az ellenzéki jelöltek közül ki a legesélyesebb arra, hogy fölvegye? Gergely. Bocsánat, csak még nem voltatom. Ja, egyértelmű, hogy a Karácsony Gergely. És megteszi, hogy megindokolja? Hát én nekem az a véleményem, ő már polgármesterként másutt is bizonyított, és azért nagyobb a rálátása, tisztelen, becsülöm az Olgát, de én szerintem ő esetleg legyen ott a Gergely mellett és segítse, de azért a Gergely legyen a vezető. Nagyon szépen köszönjük. Szia! Csak azt szeretnénk megtudni, hogy szerinted az októberi választáson az ellenzéki jelöltek közül ki a legesélyesebb arra, hogy fölvegye a versenyt Tarlós Istvánnal? Kinek dolgoztak? A Hírkliknek. Kinek? Hírklik. Hát nem tudom. Remélem Karácsony. A Karácsony Gergelyre tippelek. És elmondja nekünk, hogy miért ő rá tippel? Hát ő neki már van közigazgatási gyakorlata, és úgy amúgy személyesen is szimpatikus. Jó.